Kedves érdeklődők, a mai nap a Jobbágyi 60 zagyvamenti turát abszolváljuk. 20 km körüli távolság lesz. A mai nap folytatni szeretnénk azt az eszmefuttatást, amit a múlt héten kezdtünk el, azzal kapcsolatosan, hogy egy profitorientált turaszervező hogyan is él. A Geocaching tura szervezője elvégezte a Koppenhágai Egyetem fenntartható turizmussal kapcsolatos képzését. Ebben a képzésben stratégiákat és üzletági politikákat tanult, melyek egy alacsony jövedelmű vidéken létrehozandó turizmus és annak fenntartására vonatkoznak. Ezek alapján a Geocaching célja, hogy turaszervezéssel széles tömeget vonjon be az útvonalakon elhelyezkedő alacsony jövedelmű vidékek és régiók felvirágzására. A sportrendezvény szektorban a magánvállalkozások töltik be a kulcsszerepet. Ezek a vállalkozások profitot kell, hogy termeljenek, hogy egy pozitív hatást tudjanak gyakorolni a szociális szférában. Vizsgáljuk meg most részletesen, hogy egy turaszervezés milyen nyomot hagy és miként emel fel embereket számtalan területről. A Geocaching turaszervezőnek három honlapja van. A www.geocaching.hu, a www.turaajánlatok.hu és a www.cégesturák.hu. Ezek karbantartására, üzemeltetésére, üzemeltetési szerződése van vállalkozással. Mivel a túraszervezés vállalkozás, ezért havi szinten könyvelni kell, amit könyvelő végez. Minden túraszakaszra elismerő oklevelet és hűtőmágneseket viszünk, amivel a részvételt jutalmazzuk. Ezek tervezését szakértő végzi nekünk. A nyomtatást egy másik vállalkozó végzi. A hűtőmágnesek keretének kivitelezését is egy másik. A mágneseket egy harmadik vállalkozó adja. A tartalmasak turákhoz turafüzeteket kapnak a résztvevők, amiket grafikus tervezett meg. Nyomtatásuk nyomdában történik. Turáinkon sportoláshoz ajánlott energizáló csokikat és műzliket, krumplicukrot és fáradtságcsökkentő üdítőt adunk a résztvevőknek, azaz egy szaküzlet forgalmát növeljük. Belépőjegyes kastélytúráinkon kastély működését segítjük a belépők kifizetésével. Kastélyokban barokk zenekart foglalkoztatunk. A zagyvatúra hosszabb szakaszain népi muzsikusok húzzák az indulót talp alá. Ezek szintén foglalkoztatások. Transfereket elszigetelt indulási vagy érkezési helyek között szállítási vállalkozóval oldjuk meg. Az erdei kisvasutok használatával az ott dolgozókat támogatjuk. Hasonló módon az útvonalon elfogyasztott kávék, üdítők, ételek az ott dolgozókat. Vonat és busztársaságok bevételét is növeljük. Az autókba tankolt benzin is az olajtársaságok dolgozóit támogatja. A speciális túrafelszerelések beszerzése pedig az ott dolgozókat. Ebből a felsorolásból láthatják, hogy egy sportrendezvény szervező miként járul hozzá emberek megélhetéséhez, vagy megélhetési színvonaluk növeléséhez. Ha meggyőzték önöket ezek a felsorolások, ezek az érvek, akkor keressenek bennünket 2021-ben is. Szép vasárnapot kívánunk mindenkinek! Az élő adásban bemutatottak alátámasztására álljon itt ez a kis kiállítás.